műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Anonim személyes adatok nélkül kerülhetnek nyilvánosságra a labort sportik találkozókat rögzítő dokumentumok. Az MBH volt főigazgatója és az olajvállalkozó 2007-ben és 2008-ban nem hivatalosan kétszer is egyeztetett. Földmozgás. 6,3 erősségű földrengés volt Irán délnyugati részén az atomerőmű közelében. 37-en haltak meg. Hajsza továbbra is keresik a pécsi polgármester lányának feltételezett támadóját. A rendőrség gyanúja szerint Nyerges Zoltán nem hagyta el a várost, hanem a közelben bujkál. Kedves nézőink, híradónkat látják, délben köszöntöm Önöket! A személyes és a különleges adatok törlése után nyilvánosságra hozhatók a Labort Sándor és Sportik Tamás találkozóiról készült hangfelvételek leíratai. A Magyar Nemzet értesülése szerint ezt javasolta az a testület, amely az iratok minősítését vizsgálta. A Gászécsi András volt titokminiszter által vezetett bizottság állásfoglalása szerint nem szabad politikai szempontok szerint megszűrni az adatokat. Labort Sándor a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatója és a 90-es évek leszámolásai miatt felbújtóként vádolt Portik Tamás 2008 nyarán legalább két alkalommal találkoztak, beszélgetéseikről pedig hangfelvétel is készült. A Nemzetbiztonsági Bizottság jövő kedden fog ebben az ügyben állást foglalni. Háromféleképpen dönthet a mai tudásom szerint. Az egyik az, hogy ezt a dokumentum mennyiséget vagy csomagot, vagy anyagot teljesen feloldja, tehát nyilvánossá teszi, javasolja a nyilvánosságra hozatalt. A másik döntése, hogy nem javasolja a nyilvánosságra hozatalt. A harmadik típusú döntése pedig különös tekintettel a személyiségi jogokra, az abban szereplő vagy megemlített személyeknek a személyiségi jogaira anonimizált formában hozza nyilvánosságra. Én a legutóbbit egyébként egy életszerű forgatókönyvnek tartom. A mai kormányülés után nevezi meg jelöltjét a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjára Orbán Viktor, ezt a miniszterelnök sajtófőnöke közölte. Erre azért van szükség, mert az eddigi egyik alelnök, Király Júlia hétfőn lemondott posztjáról, arra hivatkozva, hogy szerintem Matolcsy György vezetésével kevés az esélye a felelős döntéshozatalnak a jegybankban. A Magyar Nemzeti Banknak a jegybanktörvény értelmében legalább két alelnöke kell, hogy legyen. A távozó Király Júlia mellett jelenleg Balog Ádám tölti be a posztot. Szigorodhat az egyetemi felvételi. A Magyar Nemzet úgy tudja, több intézmény rektora is támogatta a felsőoktatási államtitkár javaslatát, amely a minőségjavítás érdekében kötelezővé tenni az emelt szintű érettségit. Több intézményvezető ugyanakkor elutasította az államtitkár másik javaslatát, amely a rektori megbízatásokat rövidítené. A jelenlegi szabályozás két egymást követő ciklusra adnak lehetőséget, amelyek az intézményi döntéstől függően 3-5 évig tarthatnak. Az államtitkár ezt egységesen 3 évben maximalizálná. Nincs még közös miniszterelnök jelöltje a Demokratikus Koalíció, a Bajnai és az MSZP összefogásnak. Gyurcsány Ferenc Nógrádi körútjának egyik lakossági fórumán azt mondta, ha nem lesz megállapodás az ellenzék miniszterelnök jelöltjéről, akkor nem fogják tudni leváltani 2014-ben a jelenlegi miniszterelnököt, Orbán Viktort. A volt miniszterelnök szerint ezért még nyárig dönteni kell a jelölt személyéről. A Demokratikus Koalíció elnöke megismételte, neki nincsenek miniszterelnöki ambíciói. Mi azt sürgetjük, nyugodtan, senkit nem bántva, mindkét szereplővel egyébként normális beszélő viszonyban, hogy hát nyárig szülessen megállapodás. Hogy ne húzzuk el ezt őszre. Minél előbb, annál jobb. Ezt gondoljuk. És azt is gondolom, hogy nekünk ebben mértéktartást kell tanúsítani. De hadd mondjak valamit. Ha lesz ilyen megállapodás, akkor nagy esélyünk van arra, hogy győzzünk. Ha nem lesz ilyen megállapodás, akkor a következő miniszterelnököt egészen biztosan Orbán Viktornak fogják hívni.
Már a 2014-es parlamenti választásokra készülnek az Európai Parlamentben a magyar kormány kritikusai, Hankis Ágnes szerint. A fideszes EP képviselő a Lánchíd Rádiónak adott interjújában úgy fogalmazott, örül annak, hogy Viviane Reding szélsőségesen nyilatkozik Magyarországról. A politikus szerint az uniós biztos kijelentéseivel már többször bizonyította elfogultságát, és azt, hogy nem magánháborút vív Magyarország ellen. Én azt hiszem, hogy szerveződik az egész európai szintéren, ami persze ugye átnyúlik Amerikáig, meg de maradjunk most Európánál, balliberális motorral természetesen, szerveződik egy nagyon erős mozgalom a tekintetben, de első pillanattól, hogy az Orbán kormányt meggyengítsék. Szerintem hosszú ideig még abban is reménykedtek, hogy el lehet érni egy előrehozott választást. Ezt szerintem most már föladták, és most már arra koncentrálnak, hogy hogy lehet majd az Európát és a világot elbizonytalanítani a választások tisztaságát illetően. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta az Egyházak Világtanácsa főtitkárát, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökét és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárát. A megbeszélésen részt vett Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is. A vezetők tárgyaltak az európai kereszténység értékalapú felelősségvállalásának lehetőségéről és a nemzetközi keresztény szolidaritásról is. A törvény szerint kint maradhatnak a székely zászlók azokon az épületeken, ahol ezt határozatban megengedte az illetékes helyi vagy megyei önkormányzat, Frunda György szerint. A román miniszterelnök tanácsadója a távirati irodának azt mondta, csak azokat a lobogókat lehet levenni a középületekről, amelyek kitűzését nem engedélyezték korábban tanácsi határozatban. Frunda György hozzátette, az önkormányzatok visszamenőlegesen is engedélyezhetik a székely zászló kitűzését. A politikus ugyanakkor az ügyben indított pereket is törvényesnek ítélte. Véleménye szerint a hatóságoknak kötelessége kivizsgálni azokat az ügyeket, amelyekre feljelentés érkezett. Megszavazta a homoszexuálisok házasságát legalizáló törvényt a francia szenátus. Az alsóház már korábban elfogadta a tervezetet, amely akkor lép hatályba, ha François Hollande államfő is aláírja. Az elnök már a választási kampányában megígérte, hogy eltörli az azonos neműek házasságának tilalmát. Sokan azonban nem értenek vele egyet. A törvény ellen több százezres tiltakozó megmozdulásokat tartottak Franciaország szerte. Észak-Korea több japán nagyváros és az országba telepített amerikai katonai bázisok lerombolásával fenyeget. A sztálinista állam akkor mérne megtorló csapást a célpontokra, ha Tokió és Washington nem hagy fel a katonai készültséggel. Szakértők szerint Pyongyang azért fenyegetőzik, mert Japán az Egyesült Államok szigorú szankciókat hoztak a közelmúltban a kommunista rezsimmel szemben. Ezek a szőüli tüntetők a disznó arccal ábrázolt észak-koreai vezetőképét semmisítették meg tiltakozásul Kim Jong-un háborús fenyegetései és tervezett újabb rakéta kísérlete miatt. A tesztet azonnal le kell állítani. Észak-Koreának meg kell nyitnia a társadalmát a nemzetközi közösségnek és támogatást kell kapnia az Egyesült Államoktól, Dél-Koreától és az ENSZ-től, hogy beindíthassa gazdaságát. Északnak támogatnia kell az ázsiai régió békéjét, nem pedig háborúra koncentrálnia. Pyongyang gyakran tesztel rövid hatótávolságú rakétát. Információk szerint azonban ezúttal közepes hatótávolságú rakétákkal próbálkoznak. A sztálinista rezsim azzal fenyegetőzik, hogy a csendes óceáni térségben működő amerikai katonai bázisokat veszi célba. Szóval szerint Észak-Korea készen áll egy újabb rakéta kísérletre, ezért megemelték a készültség szintjét. Valószínűleg egy új típusú rakétát, a középhatótávolságú Musudant próbálja ki. Ez 3500 kilométerre képes, de az Észak-Korea döntésétől függ, hogy milyen messzire küldi. Ez Japánig is el tud repülni. A fenyegetés miatt Japánban is készültségbe helyezték a légvédelmi rakétákat, és a Védelmi Minisztérium elrendelte, hogy a hadsereg álljon készen egy esetleges észak-koreai támadásra. Arra kérem önöket, hogy a csapatokat állítsák teljes hadrendbe, hogy megvédhessék a japán népet és az országot. Ebben a bizonytalan időben legyenek készek arra, hogy bármikor akcióba tudjanak lépni. Elemzők szerint a feszültség a hónap végéig, a szokásos, közös amerikai-dél-koreai hadgyakorlat végéig tarthat. 6,3-es erősségű földrengés volt Irán délnyugati részén, 37-en haltak meg.
A földmozgás a Busheri atomreaktor közelében történt, a létesítmény vezetője szerint a reaktor nem sérült meg. Zsúfolásig megteltek a kórházak a tegnapi nagy erejű földrengés sérültjeivel a Busheri atomerőmű közelében. Több mint 800 embert kellett ellátni, miután a 6,3-as erősségű földmozgás összedöntötte az agyag téglából épült házaikat. A romok alól a környékbeli lakosok próbálták kihúzni a túlélőket. Csak nem 40 emberen már nem tudtak segíteni. Az emberek csoportokban jöttek a segítségünkre, együtt próbáltuk kimenteni az áldozatokat. A rengés után sokan attól tartottak, hogy a földmozgás epicentrumától 90 kilométerre található Busheri atomreaktorban is károk keletkezhettek. Teherán azonban hamar megnyugtatta a lakosságot és a nemzetközi közvéleményt, és közölték, hogy nincs sugárzás veszély. Az atomkatasztrófa lehetősége azonban megmaradt. Az erőművet ugyanis épp egy földrengés zónában építette fel az iráni vezetés, figyelmen kívül hagyva az ENSZ figyelmeztetéseit. Teherán ahhoz a nukleáris biztonsági egyezményhez sem hajlandó csatlakozni, amelyet a csernobili katasztrófa után hoztak létre az ahhoz hasonló esetek elkerülése érdekében. Késsel támadt diáktársaira egy főiskolai hallgató Texasban. Az álmokfutó 14 fiatal sebesített meg, kettőjük állapota válságos. A támadással egy 21 éves férfit gyanúsítanak, akit már őrizetbe vett a rendőrség. Indítéka egyelőre nem ismert. A Houstontól 40 kilométerre található Lone Star főiskolában nem ez volt az első ilyen eset. Két hónapja a felsőoktatási intézmény egy másik épületében történt lövöldözés, amelyben hárman sérültek meg. A rendőrséghez kedden délelőtt 11 óra után érkezett be az első segélyhívás a texasi Lone Star főiskolából. A hívás így szólt. Egy szabadon portyázó férfi embereket szúr le. Fehér férfi, fekete sapkában, fekete-fehér ingben. A 21 éves hallgató 14 diáktársát késelte meg, négy áldozatot helikopterrel szállítottak kórházba, ketten életveszélyes állapotban vannak. Az álmokfutót végül saját diáktársai fegyverezték le. Az egyik srác utolérte, elkapta a hátizsákjánál és megfordította, egy másik, James nevű srác pedig a karjánál fogva földre teperte, én meg csak dühösen ezt kiabáltam, miért tetted ezt? Egyelőre nem tudni, hogy a férfi miért késelte meg társait, de a rendőrség szerint előre eltervezte a támadást, és már gyerekkora óta fantáziálta arról, hogy egyszer embereket szúr majd le. A hallgatók éppen egyik óráról a másikra mentek. A támadó véletlenszerűen késelt, de épületről épületre haladt. Az iskolában kedd délután felfüggesztették az oktatást, a tanárokat és a diákokat is hazaengedték. Két hónappal ezelőtt ugyanennek a főiskolának egy másik kampuszán, Houstonban hárman sebesültek meg egy lövöldözésben. Tagadja a soproni lőtéri kettős gyilkosság egyik vádlottja, hogy ő tervelte volna ki a bűncselekményt. Wegerbauer Roland a riasztásnak adott interjúban azt állította, hogy T. Attila, az elsőrendű vádlott végezte ki a két férfit, társai viszont rá akarják fogni az emberülést. Tavaly áprilisban három fiatal megölte a soproni Angertéri lőtér vezetőjét és annak ismerősét, ezért Wegerbauer Rolandot és két társát előre kitelvelten nyereségvágyból több emberen elkövetett emberüléssel, fegyveresen, illetve fegyveresen csoportosan elkövetett rablással, valamint lőfegyverrel, lőszerrel, visszaéléssel vádolták meg március közepén. A vádirat szerint a kettős gyilkosságot Wegerbauer Roland találta ki, hogy fegyvereket és pénzt szerezzenek. A lőtér vezető T. Attila, később érkező férfi ismerősét pedig a két fiatal együtt lőtte le. Harmadik társuk M. Tamás eközben a bejáratnál őrködött. A másodrendű vádlott Wegerbauer Roland interjút adott a riasztásnak. A 20 éves férfi tagadta, hogy egyedül tervelte volna ki a bűncselekményt. Úgy tudom, hogy ön a lőtérnek tagja volt, tehát ön oda járt többször lőni. Igen, igen. És akkor ez valószínűleg az ön ötlete volt, hogy meg kellene csinálni. Hát ez így konkrétan nem, már régóta terveztük, mert ugye ezek a rablások 2010-es ügyek, azt hiszem. Már több ideje terveztük, hogy kellenek fegyverek, éles fegyverek. Miért? Hát csak így nekem legalábbis szórakozás szempontjából kimenni az erdőbe, ilyen rapsiszkodni, vadászni. A fiatal jómódú családból származott, azt állítja, nem a pénzért csinálta, csak izgalomra vágyott. Állítása szerint mindig vonzódott a fegyverekhez, de a lőtéren nem ő, hanem az elsőrendű vádlott T. Attila gyilkolt. Én elindultam a kijárat fel, hogy most el tudunk futni a fegyverekkel,
egyszer csak váratlanul lőtt az Attila. Lövéseket hallottam. Ez ön mögött történt? Hol történt? Én már kijáratnál voltam. Én nem láttam, hogy hogyan lőtt meg, hogy miért lőtt. Hány lövést hallott? Ha jól emlékszem, 2. És utána megfordultam, és akkor 1-2 másodpercen belül még lőtt 4-et. A vádirat szerint T. Attila volt az is, aki a lőtérvezető ismerősét megölte. Az ügy első fokú tárgyalása májusban kezdődik. A bíróság életfogytig tartó szabadságvesztést nem szabhat ki a vádlottakra, mert 20 évesnél fiatalabbak voltak a kettős gyilkosság elkövetésekor. Maximális büntetésük 20 év lehet. Hajnalban elfogta a rendőrség azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy vasárnap otthonában súlyosan bántalmazta a nemzetközileg elismert divattervezőt, Király Tamást. A 60 éves férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe. Elvi Józsefet Ózdon találták meg a rendőrök. Csaknem 30 fegyelmi eljárás indult korábban a börtönben Páva Zsolt lányának feltételezett támadója Nyerges Zoltán ellen, tudta meg a Blick. A férfi 5 évet ült egy 15 éves lány megerőszakolásáért. A bulvárlap úgy tudja, a börtönben is agresszívan viselkedett, sorozatos dükitörései voltak. Az utóbbi időben egy hajléktalan szállón lakott, de viselkedése miatt innen is kitiltották. Nyerges Zoltánt majdnem egy hete keresi a rendőrség. A gyanú szerint múlt csütörtökön megtámadta a pécsi polgármester 20 éves lányát, és meg akarta erőszakolni. A lány ellenállt, ezért Nyerges brutálisan megverte a lányt, és elmenekült a helyszínről. A férfi azóta szökésben van. Pécset ott van tudósítónk, Szilágyi Jenő. Szervusz, Jenő! Mik a legfrissebb hírek? Hogy mozgolódik a rendőrség? Szervusz, Csaba, köszöntöm a HírTV nézőit. Nos, az a helyzet, hogy bizonyos szempontból az az érdekes, hogy a rendőrség tulajdonképpen tudja javítani a statisztikáját, a felderítési statisztikát, ugyanis már több mint 100 bejelentés érkezett Nyerges Zoltánnal kapcsolatban, és ha nem is őt, de több körözött bűnözőt már sikerült elfogniuk. Állítólag volt, aki a szekrényben bújt el, és őt is megfogták, megtalálták, de Nyerges Zoltán egyelőre nincs meg. Egyébként az ügyben megszólalt a politika is, Kővári János Fideszes pécsi országgyűlési képviselő egy közleményt adott ki. Ebben az áll, hogy képviselőtársaival együtt felkérik az illetékes tárcákat, hogy a parlament vegye napirendre ismételten a médiatörvény szigorítását, hogy fel lehessen lépni az erőszak terjedésével szemben, és a büntető törvénykönyv módosítását, hogy minden erőszakos bűncselekmény elkövetője a legszigorúbb büntetésre számítson. Pécsiként is van indítványa, azt indítványozza, hogy soron kívül a következő pécsi közgyűlésen egy bűnmelegelőzési operatív munkacsoport felállítását kezdeményezik. Az önkormányzat albizottságaként a rendvédelmi szervezik az illetékes intézmények, hatóságok, valamint a civilek bevonásával, amelyek feladata, hogy kialakítsa azt a biztonsági hálózati együttműködést, amely képes megvédeni Pécs város polgárainak biztonságát. Jenő, arról esetleg van-e információt, hogy hogy van Páva Zsolt lánya? Ugye ezt minden nap megkérdezitek, és más nem tudok mondani, mint ami Páva Zsoltnak az első közleményében, tehát a pénteki közleményében áll, hogy a lányának arc, illetve orcsont törése is van, és hát ugye ez egy gyorsan gyógyuló sebek, úgyhogy még bent van a kórházban, és várhatóan még hetekig nem fog tudni kijönni, tehát még jó is kezelik. Ott vannak-e még a kommandósok, van-e még ilyen különleges készültség a városban? Igen, van, de ezt csak a rendőrségi közleményekből tudjuk, tehát azért tulajdonképpen a kommandós, meg egyáltalán az ilyen megmozdulásoknak az a lényege, hogy azért amennyire lehet, ne vegyük őket észre. Nem este véletlenül, illetve hát a kollégákkal, amint éppen jártuk azt a környéket, ahol a bátyal, akik egy ilyen akciónak majdnem a részesei voltunk, 6 rendőrautó 120-szal húzott el előttünk, de sajnos nem tudtuk őket utolérni, illetve a kollégák sem érték utol. Úgyhogy csak annyit tudunk, hogy ott valahol volt valamilyen akció, de hát hogyha annak lett volna eredménye már, mint Nyerges Zoltán szempontjából, akkor azt már rég tudnánk. Jenő, köszönjük. Vádemelést javasol a rendőrség a Csongrád megyei főügyészségnek a mártéi fegyveres rablóügyében. A 49 éves szegedi férfi március végén ment be a helyi takarékszövetkezetbe, ahol egy fegyverszerű tárgyal követelte a bevételt. A rablás után az utcán a járókelők tartóztatták fel a férfit a rendőrök kiérkezéséig. Őket helytállásukért és segítségnyújtásukért elismerésben részesítette az országos rendőrfőkapitányság vezetője.
A vádirat ismertetésével és az ügyvédi perbeszédekkel folytatódott másodfokon a 2011-ben három halálos áldozatot követelő Westbalkán ügy tárgyalása a fővárosi törvényszéken. Az elsőrendű vádlott ügyvédje az elsőfokú döntés enyhítését kérte perbeszédében. Szerinte ugyanis az elsőfokú tárgyaláson csak a terhelő bizonyítékokat vették figyelembe, az ártatlanságukat igazolókat pedig nem. Az ügyész és az áldozatok családjának jogi képviselője viszont súlyosítást kért. A bíróság halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolja a szórakozóhely egyik tulajdonosát, a rendezvény két szervezőjét és a biztonsági őrök vezetőjét. A cég belső szabályozását és a közbeszerzési eljárást sem tartották be a BKV kommunikációs szerződéseinél. Ezt a BKV per egyik tanúja mondta. Az egykori logisztikai főosztályvezetőt tegnap hallgatták meg a kecskeméti törvényszéken. A férfi 2007-ben került be a közlekedési cég központjába, ahol a közbeszerzéseket és a kisebb szerződéseket is felügyelte. A bíróságon azt mondta, a BKV külsős megrendelésére készült tanulmányok nagy részét szükségtelennek tartotta. A tanú arról is beszámolt, hogy az Regőci Miklós, a BKV kommunikációs vezérigazgató helyettese és Zelenák Tibor főosztályvezető által küldött szerződéseket aggályosnak találta, mivel a beszerzési szabályoknak nem feleltek meg. A férfi szerint felettesei kerülték a közbeszerzéses megrendeléseket, hogy ne legyen cégek közötti versenyeztetés. Első fokon 7 év fogházbüntetésre ítélte a Szegedi Járásbíróság azt a román kamionsofőrt, aki 2011 novemberében az M43-as autópályán 14 ember, köztük 3 kisgyermek halálát okozta egy balesetben. A bíróság halálos tömegszerencsétlenséget előidéző, közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek a 31 éves aradi férfit. Mellékbüntetésként 7 évre eltiltották a közúti járművezetéstől, és 5 évre kiutasították Magyarországról. Ketten meghaltak Győrnél, amikor autójukkal egy furgonnal ütköztek délelőtt. Az egyes út Győrből Mosonmagyaróvár felé kivezető szakaszát a rendőrség lezárta. A teljes útzár van a 7-es úton Martonvásár és Baracska között is, szintén karambol miatt. A baleset egyik sérültjét a tűzoltóknak kellett kivágni autójából. Liberális jogvédő szervezetek bírálták az Élet menetével egy napra szervezett Agygáz című elnevezésű motoros demonstráció betiltását. A TASZ és a Helsinki Bizottság szerint a rendőrség nem tilthatta volna be törvényesen a rendezvényt azután, hogy egyszer már tudomásul vette. A Népszabadság egyébként úgy tudja, a Nemzeti Érzelmű Motorosok rendezvényét az 1947-es Párizsi Békeszerződés egyik cikkeire hivatkozva tiltotta be a rendőrség. Ebben az szerepel, hogy Magyarország minden személynek biztosítja faji, nemi, nyelvi vagy vallási különbség nélkül az alapvető emberi és szabadságjogokat. Répási Róbert igazságügyi államtitkár a rájátszásban úgy fogalmazott, a jogvédőknek el kellene dönteniük, hogy a motorosok vagy a megemlékezők oldalán állnak. Nagyon nehéz szavakat találni arra, hogy vannak olyan liberális jogvédő szervezetek, akik lépten nyomon a magyar kormányról mindenféle antiszemitizmust és mindenféle rasszizmust állítanak, majd amikor a kormány fellép ezek ellen a magatartásuk ellen, akkor a szólásszabadságot és a gyülekezési szabadságot védelmezik álszent módon. Jó lenne tisztázni, hogy melyik oldalon állnak. Mert hogyha egy oldalon állunk, és elutasítunk minden gyűlöletkeltést, és minden, akár az önkényuralmi rendszerek áldozatainak a érzékenységét sértő akciót, akkor bizony ezeknek az úgynevezett liberális jogvédő szervezeteknek is oda kellene állni a kormány mellé, hogyha egy ilyen magatartást tanúsít. A PSAF tavalyi évvégi adatai szerint a magyar háztartásoknak csak nem 7000 milliárd forint banki hiteltartozása volt, ennek 27%-a 90 napon túli késedelem. A hitelintézeteknek egyre nagyobb gondot okoz a kintlévőségek behajtása, ezért az esetek többségében követeléskezelő cégek segítségét veszik igénybe. Egy a Panaszkönyv című műsorunknak nyilatkozó ügyvéd azt mondta, az egyes cégek olyan módszereket alkalmaznak, amelyek sok esetben zaklatásnak minősülnek. Röviden ezt tartalmazza, aki abból a célból, hogy más megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással annak akarata ellenére telekommunikációs eszközútján, vagy személyesen, rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követel és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát álláspontom szerint ez a
éjjel-nappal zaklatás vagy telefonálgatás, ez kimeríti ezt a törvényi tényállást. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete a fogyasztók érdekeinek védelméért ajánlást adott ki a pénzintézetek számára a követeléseik kezelése során elvárható gyakorlatról. Az ajánlás május 1-től lép életbe. Bővebb információk a 19 óra 30 perckor kezdődő panaszkönyvben. 1 milliárd forintot kellett eddig a belvízi védekezésre fordítani, írja a Napi Gazdaság. Jelenleg 2400 kilométeren van árvízvédelmi készültség az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint. A védekezésben eddig csaknem 3500-en vesznek részt országszerte. Az ország nyugati és középső területein most mindenhol apadnak, de a keleti országrészben még jellemzően áradnak a folyók. Emellett 216.000 hektárra nőtt a belvízzel elöntött terület nagysága, ebből 103.000 hektár termőföld. Alap egyébként úgy tudja, már készül az a kormány előterjesztés, amely biztosítja majd a védekezési költségek megtérítését a vízitársulatoknak. Ez február és május közepe között elérheti a 6-700 millió forintot. Már csak 2226 kilométeren van árvízvédelmi készültség. A folyók többsége apadásnak indult, de a kelet-magyarországi régióban még áradnak a folyók, ezért ott továbbra is a legmagasabb harmadfokú készültség van érvényben. A kedvező időjárás és a védekezés miatt a belvízzel elöntött terület is 205.000 hektárra csökkent, amiből 97.000 hektár mezőgazdasági terület. Harmadfokú védelmi készültség több mint 500 kilométeren van, még mindig a Krasznán, a Taktán, a Hortobágy-Beletyon, illetve a Körösökön. A Tisza is Záhonytól lefelé végigárad, most már másodfokú készültség van gyakorlatilag mindenhol, és arra számítanak a vízügyi szakemberek, hogy a hét végén Tokaj közelében akár a harmadfokot is elérheti majd a vízállás. Győzött, de búcsúzott a labdarúgó bajnokok ligájától a török Galatasaray. Fatih Terim tanítványai továbbra hiába győzték le 3-2-re a vendég Real Madridot. Az idegenben elszenvedett 3-0-ás vereség miatt kiestek a sorozatból. A másik mérkőzésen a hazai pályán játszó Borussia Dortmund is közel volt a kieséshez, miután a spanyol Malaga már 2-1-re is vezetett a németek ellen. A Dortmund azonban a végjátékban 2 perc alatt 2 gólt lőtt, így bejutott az elődöntőbe. És most híradónk végén nézzük még egyszer főbb híreinket röviden. Személyes adatok nélkül kerülhetnek nyilvánosságra a labortsportig találkozókat rögzítő dokumentumok. Az NBA volt főigazgatója és az olajvállalkozó 2007-ben és 2008-ban nem hivatalosan, kétszer is egyeztetett. 6,3-es erősségű földrengés volt Irán délnyugati részén az atomerőmű közelében. 37-en haltak meg. Továbbra is keresik a pécsi polgármester lányának feltételezett támadóját. A rendőrség gyanúja szerint Nyerges Zoltán nem hagyta el a várost, hanem a közelben bujkál. Kedves nézőink, híreinket, riportjainkat megtalálhatják a hirtv.hu internetes oldalon is. Mobil alkalmazásunk pedig elérhető iOS-en és Androidon is. 13 órakor várom önöket legközelebb, most köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!